Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Lukács evangéliuma 11. fejezet 13. versével köszöntök mindenkit, és íme feljött a nap, besüt a szobába, reggel van, újabb lehetőség az életre, és a lélek gyümölcseiről beszélünk. Hát gyümölcsöt nem tudtam ide állítani, de ezt a gyönyörű virágot, hogy ez a sok szirom, ez a gyönyörű zöld, vörös színárnyalat mutatja, hogy milyen csodálatos emberré akar bennünket Isten átváltoztatni a Szentlélek által. Ha mi gonosz emberek, önző, természetünk szerint önző emberek tudunk jókat adni a gyerekeinknek, hát akkor nem feltételezzük, hogy az Isten, aki jó, aki tökéletes, a legtöbbet tudja nekünk adni. És mi a legtöbb? Az egészség? Vagy a pénz? Vagy a jólét? Vagy a kényelem? Nem. A Szentlélek állandó jelenléte tud szent lelket adni azoknak, akik tőle kérik. És itt szeretném lezárni a lélek gyümölcséről szóló közel egyhetes elmélkedésünket azzal, hogy a lélek gyümölcsén, ha a Biblia a megváltozott emberi jellem tulajdonságokat érti, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy az életünk legértékesebb része, az nem az egészség, nem is a vagyonnal való bővölködés, hanem a jellem. Az ember legértékesebb része, mint az ofíri arany, mondja Ézsaiás próféta, mondja Jób könyve, mondja a példabeszédek könyve, sok kijelentés. Az emberi életben a legértékesebb nem az, hogy mit van, hanem hogy mivé válsz, mi leszel, mi vagy. És itt hadd emlékezzem meg a most évfordulós nagy költőnkről, Petőfi születése 200. évfordulóját ünnepeljük most 1922-23-ban, és Petőfinek egy rendkívül egyszerű kis rövid versét hadd olvassam fel, amelyet Kovács Jánosné emlékkönyvébe ezzel a címmel írt Debrecenben, és amelynek már a kezdete olyan melbevágó. Hogyan is kezdődik ez a vers? Jellemtelenség e kor bélyege, pedig csak egy, a jellem az, ami az embert emberré teszi. Enélkül hitvány öntudatlan tárgyak, vagy legföllebb is állatok vagyunk. Ó hölgy, könyörgök hozzád a haza, s az emberiség kettő szent nevében, ha gyermekkel áld meg majd az Isten, oltsd gyermekid szívébe jellemet, szeplőtlent s megtántoríthatatlant, és nem szükség, hogy mást is adj nekik, mindent adál, ha jellemet adál. Debrecen 1846. november 15. Nagyszerű vers egy nagyszerű felfedezéssel és egy aprócska hibával. A nagyszerű felfedezés az, hogy az embert igenis a jellem teszi emberré. Tulajdonképpen ez a földi életünk legfőbb célja, hogy önző jellemű emberekből önzetlen jellemű emberekké váljunk. A jellem az kiszámítható, a tulajdonságok összessége a jellem, ami kiszámítható, ami nem véletlenszerű. Ha valakire azt mondom, hogy jóságos, hűséges, pontos, lelkiismeretes, ezzel nem egy-egy cselekedetét jelöltem meg, hanem az egész emberi lényét. Nagyszerű, ahogy Petőfi mondja, hogy jellem nélkül. Hát mi lennénk jellem nélkül? Állatok? Vagy tárgyak?
Hát igen, ezért süllyed most az élet állati szintre, és ezért süllyed a tárgyakat, többre becsüljük, mint magát az ember szintjére, mert nincs jellemfejlődés, nincs számon tartva a jellem. Az én gyerekkoromban, fiatalkoromban is talán még azért többet beszéltünk a jellemről, ma nem nagyon hallom ezt a kifejezést. Az aprócska hiba, hogy jellemet még egy édesanyja se adhat a gyermekének. Jellemet mindenkinek magának kell növesztenie. A jellem úgy képződik, hogy gondolkodunk, hogy döntéseket hozunk, és az önző természetünkkel szembeni döntéseket, folyamatos döntéseket hozva fejlődik ki az önzetlen jóságos jellem. Ezt kívánom mindannyiunk életére, nem csak a mai napra, egész életére is, hogy a jellemet tartsuk a legfőbb értéknek, és becsüljük meg, hogy Isten nem csak egészséget ad nekünk, nem csak anyagi javakat ad nekünk, és az élethez millió szükséges más dolgot, hanem az Isten legfőbb célja, hogy igaz jellemű emberekké változtasson bennünket, vagy hogy a Római Levél 8. fejezet 29. verse mondja, hogy a Jézus Krisztus ábrázatához hasonlók legyünk. Nyilván itt a Jézus Krisztus ábrázatát is így is mondhatnám, legyünk olyanok, amilyen Jézus volt. Hasonlítsunk Jézus jelleméhez.